Szép napot mindenkinek, ez a kockadisputa, ő pedig itt az a film, ami garantáltan mosolyt fog csalni mindenki arcára, így vagy úgy. Joker, Todd Phillips rendezte, és olyan színészek játszanak benne, mint Joaquin Phoenix vagy Robert De Niro. Én nagyon-nagyon vártam ezt a filmet, talán a legjobban az évben, mert elég érdekesnek tartom a téma választását, egy antagonista, és csak rá fókuszál az egész mozi, lényegében a hozzá kapcsolható főhőst, Batmant ugye teljesen kihagyják az egyenletből. Ráadásul az előzetesek alapján mindezt elég komoly megközelítésből akarták nekünk tálalni, úgyhogy nem a megszokott Marvel-es, vagy akár az utóbbi idők DC filmjének hangulata tükröződik a filmben. És ez az egészhez jött Joaquin Phoenix, aki szerintem egy nagyon jó színész, úgyhogy tényleg minden készen állt arra, hogy egy igazán ütős film jön létre. Miközben most jöttem haza a moziból, azon gondolkodtam, hogy hogyan is tudnám nektek röviden leírni, hogy milyen élmény a Jokert nézni, és azt tudom mondani, hogy ez az igazi mozi. A klasszikus értelemben vett film élmény, ami megköveteli, hogy ott legyél, odafigyeljél rá, és nem csak így végigránt gyorsan az egész cselekményen, de cserébe, amit kapsz, 100%-ig megéri minden ráadozott percedet. A film főszereplője Arthur Joaquin Phoenix alakításában napról napra tengeti életét, ami nem túl vidám igazság szerint, annak ellenére, hogy a foglalkozása meglehetősen szorosan kapcsolódik a vidámsághoz. Mégis ő maga elég sanyarú életet él, sokszor megverik, bántalmazzák, szóval már az elejétől fogva érezzük, hogy valami nem kerek ennek a szereplőnek az életében, ráadásul mindehhez jönnek bizonyos mentális problémák is. A film lényegében arról szól, hogy ez a karakter, Arthur, hogyan is jut el odáig, hogy ő legyen a mindenki által ismert Joker. Na most egy ilyen típusú történettel és tónussal nagyon-nagyon sok helyen meg lehet csúszni. És pont ezért annyira döbbenetes, hogy mennyire tűpontos arányokkal dolgozik ez a mozi. Ahogyan bemutatják a sorozatos atrocitásokat, problémákat és különböző drámai helyzeteket, amik miatt Arthur egyre messzebb kerül a társadalomtól, abszolút értjük, hogy mi miért történik, és mit miért csinál ez a karakter. A betegségét és ennek következményeit is annyira részletesen mutatják be, hogy gyakorlatilag a 10. percre már elfelejtettem, hogy lényegében egy képregény filmen ülök. Én nem is tudom, hogy láttam-e ilyen alapossággal és mélységgel bemutatva mainstream karaktert, főleg nem képregény karaktert. Egyszerűen minden jelenet a helyén van, menetrendszerűen jönnek azok a képsorok, amiknek teljesen egyértelmű, hogy a végén ott fog majd állni a mindenki által jól ismert Joker. És egy picit bajban vagyok, mert elég sok dicsérő jelzőt már előttem, pedig még csak most érkeztünk a film lényegéhez, mert hiába van egy zseniális forgatókönyved, kell hozzá egy színész, aki ezt hitelesen elő tudja adni. És amit itt Joaquin Phoenix csinált, arra én egészen egyszerűen nehezen találom nektek a szavakat, pedig ha követitek a csatornámat, akkor tudjátok, hogy egyáltalán nem szoktam dobálózni a jobbnál jobb jelzőkkel, főleg ami a forgatókönyvet és ami a színészi alakításokat illeti, de ez egészen egyszerűen könnyedén az idei év legjobb alakítása volt, legalábbis azok közül a filmek közül, amiket én láttam, és minimum esélyes a legjobb férfi főszereplő Oscar-díjára, de az eddigiek alapján szerintem el is kéne vinnie. Egyszerűen nincs egy fél mondat vagy egy gesztikuláció, ami ne lenne a helyén, fantasztikus, amit ez az ember csinál, és ha tehetitek, nézzétek ti is eredeti nyelven, ugyanis a hangjával is elég sokat játszik, de ugye már testileg is 24 kilót fogyott elvileg a szerep kedvéért, de nekem a legjobbak az úgynevezett sorozatos mozgásai voltak, mint például a táncok vagy az ahhoz hasonló jelenetek. Annyira összhangban volt a karakter cselekedeteivel, beszédstílusával a mozgása, hogy így nem tudom, hogy láttam-e valaha ilyet. Fogalmam sincs, hogy mennyi ideig gyakorolhatta ezeket a manírokat, de az biztos, hogy mindenkinek látnia kell, egészen egyszerűen hátborzongató. És ha már hátborzongató, a zene is megérdemel szerintem pár szót, nagyon jól kiegészítette a cselekményt és Joaquin Phoenix alakítását. És még valami, amiről szerintem kevesebb szó esik a kritikákban, amiket legalábbis láttam, mert elhomályosítja az alakítás, az a fényképezés. Szuper képekkel dolgoztak végig, nagyon jó ütemben váltakoztak a nagyon közeli képek és a kicsit távolabbiak, amikor így már belemásztunk a szereplő fejébe, aztán pedig eltávolodtunk tőle. Végig ezzel játszik egyébként a film, erről majd még lesz szó, hogy a karakter közel van hozzánk, azonosulunk vele, kevésbé, stb. De ami még szerintem nagyon jó volt, az a színezés tökéletesen lefette a színvilág, hogy éppen milyen lelki állapotban van a főszereplőnk. Az egyetlen kritika, amit láttam ezzel a filmmel kapcsolatban, az az üzenete,
vagyis hogy mit próbál közvetíteni nekünk azáltal, amit megjelenít és ahogy bemutatja a főszereplőjét. Üzenet egyébként több is van a filmnek, például elég szépen az arcunkba tolják, hogy bizony a közembereknek is van felelőssége abban, hogy az ilyen Joker-szerű pszichopaták létrejönnek. És nyilván ez is hozzájárul ahhoz, hogy nézőként elég könnyű azonosulni a figurával, vagy legalábbis megérteni, hogy mit miért csinál, és így kevésbé elítélni. És páran felvetették, hogy ez azért bizony problémás, mert a nap végén mégiscsak egy olyan férfiról beszélünk, aki alapvetően egy tömeggyilkos pszichopata. Most ezzel kapcsolatban nekem több gondolatom is van, egyrészt abszolút megértem, hogy honnan jönnek ezek az aggályok. Nyilván van egy pont, amin túl már senkit nem érdekel, hogy valakinek milyen háttere van, mert olyan dolgokat csinál, amik egészen egyszerűen borzasztóak és megbocsájthatatlanok. Másfelől viszont ez a film szerintem, és kifejezetten Joaquin Phoenix alakítása, annyira jól egyensúlyozik egy bizonyos határon, méghozzá azon a határon, hogy mi az a pont, amikor szimpatizálunk a karakterrel, és melyik az, amikor már inkább félünk tőle, annak ellenére, hogy megértjük. Abszolút jól érték ez be a rendezővel, soha nem volt olyan érzésem, hogy teljesen helyén valónak találok mindent, amit a filmvásznon látok. Harmadrészt pedig a Joker karaktere erről szól, mindig is egy olyan figura volt, aki rámutatott arra, hogy mennyire képmutató a társadalom, persze mindezt tette erőszak használatával. Szóval, ha van egy Joker film, ami nem vált ki bizonyos feszengő érzéseket a nézőből, hogy igen, azért ennek a figurának valamiben igaza van, akkor az a film egészen egyszerűen nem érti a főszereplőjét, és nem jó. Szóval összességében szerintem ez egy nagyon-nagyon erős film, és meg tudom érteni, ha valakinek egy picit hosszú, vagy elnyújtottnak érez egy-egy jelenetet, de szerintem még ezeket a nézőket is kárpótolni fogja a Joaquin Phoenix hihetetlenül jó és szuggesztív alakítása, valamint a zseniális forgatókönyv. Ha értékelem kéne, azt mondanám, hogy nekem a Joker a 10-ből 9-es. Mindenképpen tudom ajánlani, hogy nézzétek meg ezt a filmet, még akkor is, ha alapvetően óckodtok a képregényfilmek műfajától, igazából ez nem is képregényfilm, hanem sokkal inkább egy karakterdráma. Minden esetre ennyi lett volna a mai disputa, ha tetszett a videó, akkor kérlek kedvejétek és iratkozzatok fel a csatornára. Én köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Smile,